Jó, Rebi vagyok, és a tegbecsert nézitek, és nagyon örülök, hogy már az európai megjelenés előtt a Honor legújabb telefonja nálam lehetett és tudtam használni. Tehát ebben a videóban arról lesz szó, hogy mik az első benyomásaim a Honor 8X-ről. A telefon előlapján egy 6,5 incses kijelzőt kapunk, tehát ez a telefon elég nagynak számít, és ha mellé rakok egy Note 9-et, akkor látszik is, hogy nagyjából hasonló méretben van, mint a Note 9 és az iPhone 10s Max. De természetesen a 8X esetében egy középkategóriás telefonról beszélünk, tehát pár kompromisszumot azért kötik el ezzel a telefonnal. Például, hogy a hátlapon dupla lencséket kapunk, egy 20 megapixeles és egy 2 megapixeles szenzort, amikkel maximum Full HD 60 FPS-es felvételeket tudsz készíteni, és mellette pedig kapunk egy új lenyomatolvasót. Az előlapon pedig egy 16 megapixeles szenzort kapunk, amivel Full hd és felvételeket tudunk csak készíteni, tehát amit hallottátok, nincs 4K. Hogyha a 8X-nek az alját nézzük, akkor továbbra is kapunk egy jack csatlakozót, és nem USB-C-vel, hanem micro usb vel fogjuk tölteni a 3750 mAh-es akkumulátort. Ami a belsőt illeti, 4 GB RAM-ot és 64 GB belső tárhelyet kapunk az alapmodellben, ami 249 euróról indul, ha pedig 100 128 giga belső tárhelyt és 6 giga szeretnétek, akkor pedig 279 eurót kell kipengednetek. Amikor először megkaptam ezt a telefont, akkor ránézése egyből egy igazi Honor telefon. Honor nocsok, Honor hátlap, Honor kamerák és micro USB csatlakozó, amit egyáltalán nem szeretek. Tehát, ha téged ez nem zavar, akkor 250 euróért nagyon jó vétel lehet, viszont én inkább a 128 gigás verzióval mennék, 6 gigarammal, Mik a különbségek a Honor play képest? Hát, hogy üveghátlapot kapunk, fém hátlap helyett, ami az Honor Play-en van, és kisebb a notch is. Viszont, hogyha játszani szeretnél és ö, hasonló dolgokat, mindenképp, akkor az Honor Play jobb vétel, viszont a fotók fontosabbak neked, akkor a nagyobb szenzor miatt talán jobb fotókat is tudsz készíteni, ezt még ki kell próbálnom. Hogyha pedig szereted ezt a nagy 6,5 egész kijelzőt, akkor nincs is jobb választás ilyen kategóriában, hogyha pedig ö, kisebb telefont szeretnél, akkor még az Honor 10 szerintem mindig egy nagyon jó vétel. Ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, melyik Honor telefon érdekel titeket mostanában a legjobban, ugye itt volt az Honor Play, Honor 10, Honor 8X, H-val is lehet mondani, meg h is, ezért ne szóljatok be. Viszont, hogyha a háttértartalmak mögé szeretnétek betekinteni, hogy hogyan készülnek a videók, hova utazok, és milyen dolgok történnek velem a világba, akkor ugorjatok rá az Instagramra, tegbetyár néven megtaláltok. Én Drevi voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!